A hagyományoknak megfelelően a Palócnők a Holnapért Egyesület kórusának műsora nyitotta az idei Palócnők Fesztiválját a Salgó-Tarjáni Civil és Ifjúsági Házban. Az idei rendezvény a Palóc emberek és a Palóc hagyományok előtt tisztelgett. A Palóc tradíciók felelevenítésében mind a meghívott fellépők, mind az előadók közreműködtek. Hát kik a palócok ma? Vannak Hont megyében, Nógrádban, Hevesben, Borsodban, Gömörben. Hont és Gömör ugye az a mai Szlovákia területe. Városokat illetően az Ipolyságon, Rimaszombaton, Füleken, Balassagyarmaton, Egerben, Miskolcon, Gyöngyösön, Salgótarjánban és Széchenyben vannak palócok. Jó szívükről és a szigorú erkölcsükről ismerik a palóc embereket. A civil kerekasztal elnöke a palócokról tartott előadást. Bódi Györgyné doktor kiemelte. A népcsoport tagjait a jellegzetes település szerkezet és az áhang kétféle kiejtése mellett a közös hitvilág köti még össze. Azonosságot mutat a hitviláguk, a garabonciás diák, a tüzes ember, a bolygó tüzek, a halott látók szerepelnek a palóc néprajzba. És olyan vidám dolgok, mint az ördöglagzi, a mátkatál, a kiszehordás, a májfa állítás, a lutanap, a betlehemezés, csak hogy néhányat felsorolnak. Az őszi időszakban is számos, a mezőgazdasággal összefüggő hagyomány él a palóc emberek között. Az ősz a szüret, a kukoricatörés, a kender feldolgozása, az őszi gyümölcsök betakarítása, én is a kertben látni is talán a kezemen nem jön le. A diónak a zöld héja ugye megfogja. Tehát mind-mind végül is az állatok behajtásával zárul ez az őszi időszak. A sikeres betakarítást az idézőjelbe téve, de élt ez is az elvermelését az élelmiszernek, meg kell ünnepelni ugye az őszi ünnepkörben, és zárni kell, és egyben már a keményebb térre is kell készülni. A Palócnők Fesztiválján több népdalkör is bemutatta ének tudását.